Brüsszel elfogadta a zöld utat kapott Magyarország 2014-20 közötti vidékfejlesztési programja. 4,2 milliárd eurót költhet hazánk ebben a költségvetési ciklusban erre a célra. Magyarország vidékfejlesztési programja hangsúlyt fektet az ökoszisztémák helyreállítására, a gazdasági fejlődésre, a vidéki területeken a szegénység csökkentésére és célzottan a mezőgazdasági ágazat fejlesztésére. A vidéki önkormányzatok számos fejlesztési beruházási forrásból választhatnak, így többek között lehetőség lesz külterületi utak felújítására és épületek energetikai korszerűsítésére is. A vendégem a stúdióban Lipők Sándor miniszteri biztos. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Még mielőtt a vidékfejlesztési programról részletesen beszélgetnénk, a legfontosabb az, hogy a most jelenleg is futó és ez évben befejeződő uniós költségvetési ciklusban hogyan alakulnak az uniós kifizetések, úgy tudni, hogy időarányos a teljesítés. Igen, hát van egy vállalatteljesítés Magyarország részéről, kormány meghatározott egy menetrendet. 2014-ben 1860 milliárd forintot sikerült lehívnunk, és ebben az évben vállalt forrás lehívás az 2236 milliárd forint, amelyet vállaltunk, és augusztus közepéig az időarányos teljesítésben jól állunk, hiszen 1210 milliárd forintnak a kifizetése ebben az esztendőben már megtörtént. Az augusztus végi szám, ami időarányosan kell, hogy hozzunk, az 1263,9 milliárd forint, tehát azt jelenti, hogy a 96%-os időarányosan, és az augusztus végét még nem értük el, tehát azt jelenti, hogy úgy néz ki, hogy időarányosan azokat a teljesítéseket, vállalt kötelezettségeket, kifizetés teljesítés tekintetében hozzunk. Én itt a szumma kifizetésre is szeretnék rátérni. 7.959 milliárd forint az az összeg, amit a 2007 és 13-as Európai Uniós Fejlesztési Ciklus tekintetében eddigiekben már kifizettünk, és 8.200 milliárd forint az, amely az összes keret. Minek köszönhető az, hogy akadálymentes lett a kifizetés, és főleg ebben az évben ilyen időarányos és jól teljesített? Annak köszönhető, hogy a rendszer átalakításra került. 2014. január 1-től ugyebár az irányító hatóságok azok átkerültek a minisztériumokhoz, és ugyebár Lázár János miniszter úr vezényletével felgyorsultak így a kifizetések, hiszen ő koordinálta ennek a rendszernek az átalakítását. Ez abból a célból jött létre, hogy az új ciklusban 2014 és 20-ban ezeket a fejlesztési forrásokat hatékonyabban tudjuk pályáztatni, felhasználni és lehívni, de ezt a rendszert már elkezdtük alkalmazni a régi uniós ciklus forrás lehívásaival. Mondhatni azt is, hogy egyfajta gyakorló év volt a következő esztendőkre vonatkozóan. Hogyha a vidékfejlesztési programra rátérünk, akkor néhány elemét itt említettem, mire fókuszál Magyarország vidékfejlesztési programja a következő hét esztendőben. Nagyon sok elemet tartalmaz, talán az egyik leglényegesebb az, hogy az Európai Unió közös agrárpolitikája is érvényesül ebben, és a mezőgazdaság kiemelt terület lesz a vidékfejlesztésen belül is. Igen, mindez így igaz, mint a bevezetőben is elhangzott, tehát az Európai Bizottság az elmúlt napokban elfogadta Magyarország vidékfejlesztési programját. A vidékfejlesztési program tekintetében azt mondhatjuk, hogy Brüsszel is támogatja, hogy a kormány az egyik nagy birtokokkal szemben előnyben részesíti és helyette a kis és közepes birtokokat támogatja ebben a vidékfejlesztési programban. Ez egy történelmi lépésnek is mondható, hiszen a mezőgazdasági nagyvállalkozók helyett a kis és közepes családi gazdaságokat fogja ez a program támogatni. Ennek az összegnek a 80%-át tudja biztosítani ez a program a kis és közepes vállalkozások és a családi gazdaságok részére. Itt sikerült elérnie Magyarországnak azt, hogy ebben a mezőgazdaság, az élelmiszeripar és az erdészeti beruházások kiemelten vannak kezelve, és több mint 40%-án ennek a vidékfejlesztési programnak ezek a beruházások teszik ki. Itt a tagállamokhoz képest is ez a 40%, ez kiemelkedőnek mondható.
Nyilvánvaló az, hogy a szakminisztérium, az agrártárca, illetve az agrárgazdasági kamara ezeket a pályázatokat, illetve a forráslehívást azt folyamatosan figyelni fogja, és meg is fogalmazták azokat a fejlesztési területeket, amit ebben az uniós költségvetési ciklusban, az ágazatban végre szeretnének hajtani. Ön, mint miniszteri biztos, mit lát Szabolcs-Szatmár-Bereg megye mezőgazdaságát, mi fejleszteni, mi emelni a következő időszakban? Talán először azt kéne még kiemelnünk, hogy maga a Bereg fejlesztési program összországos szinten 1300 milliárd forint áll rendelkezésre, és a vidékfejlesztési program legfontosabb célja, és a megyében is ez kell, hogy legyen, a vidéki munkahelyek megőrzése, a megye tekintetében ez nagyon fontos, és a nagyon fontos az új munkahelyeknek a teremtése. Ez 1300 milliárd forint, ez nem csak az uniós forrás, hanem ez nemzeti támogatás is van benne, és természetesen a nagyüzemektől átcsoportosított területalapú támogatást is tartalmazza ez az 1300 milliárd forint, és a program középpontjában a jelentős a foglalkoztatás potenciálnak a kérdése. Ezt, mint mondtuk, a mikro, kis és középvállalkozások és a családi gazdaságok fejlesztésére kívánjuk fordítani. Ebben ki szeretném emelni elsősorban, ami a megyében is nagyon fontos, az állattenyésztésnek a kérdését, a kertészet és az élelmiszeripari feldolgozás. És talán a legeslegfontosabb lenne, itt az állattenyésztés és az élelmiszeripari feldolgozás, és a feldolgozás az egy nagyon fontos a piacra jutás, a piacra kerülés kínálás tekintetében, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is meg tudjuk ezt oldani. Még szeretném itt a vidékfejlesztési programmal kapcsolatban hozzátenni, hogy a bizottság által elfogadottakkal párhuzamosan a miniszterelnökség megkezdte a pályázati felhívások előkészítését, és várhatóan szeptembertől folyamatában, ahogy ezek készülnek, ezek a pályázatok folyamatosan meghirdetést is fognak nyerni. Meddig látható az összes meglévő pályázat, nem csak a vidékfejlesztési programra vonatkozó pályázatok? Ebben is lesz egy újdonság, egy újítás. A miniszterelnökség azt szeretné, hogyha egy bizonyos határidőn belül minden pályázatot kiírnának, és minden pályázat láthatóvá válna. Hát, különböző tervek, elképzelések vannak, ugyebár szeretnénk azt, ugyebár, hogy 14-ben ez a ciklus már elkezdődött, 14-15-ben nagyon kevés pályázati kiírás jelent meg. Ezek ugyebár most felnyorsítást kezdenek, más pályázati forrásokat én most nem emelnék be a beszélgetésünk tárgyába, mert a műsoridő kereteit nagyon feszegetné. Ez azt jelenti, hogy szeretné a magyar kormány, ha 2200 milliárd forint fejlesztési forrást legalább a jövő év elején, tavaszig lekötnénk a 14-15-ös időszak tekintetében, illetve hát a kormány hozott egy olyan jellegű határozatot az elmúlt napokban, hogy 2017. július 30-áig meg szeretné hirdetni pályázatok formájában a 2010 és 14 és 20 közötti időszakban a teljes támogatási keretösszeget a vállalkozások és az önkormányzatok részére. Tehát az a teljes támogatási keretösszeg, ami a 7 éves ciklusban forrásként rendelkezésre, ezeknek a pályázati feltételeit június 30-áig folyamatosan, tehát azt jelenti, hogy itt 2 év sem áll már rendelkezésünkre, a kormányzat ezeket szeretné meghirdetni. Ennek olyan okokozati összefüggései vannak, ugyebár, hogy tanultunk a hibáinkból, hiszen a 2007-ben elkezdődött uniós ciklus tekintetében most is ott tartunk, hogy a források nem teljes mértékben vannak kifizetve. Még most is azon kell gondolkozunk, és azon dolgozik a államigazgatás és maga a kormányzat, a minisztériumok is, hogy különböző pályázatokat még most kell, hogy kiírjunk, illetve egy kicsit át kell, hogy fogalmazzunk, át kell, hogy alakítsunk, hogy a pályázók igénybe tudják venni, hogy ezeket a forrásokat, azaz abszorciót, tehát a 100%-os forrás lehívást meg tudjuk ejteni. Milyen előnyökkel járna ez a rendszer, ez a felgyorsított pályáztatás és ez a bizonyos határidő, hogyha előre láthatóvá válnának, tehát a pályázati keretek, a pályázati lehetőségek? Én azt tudom mondani, hogy ez egy versenyelőnyt nyújtana a hazai vállalkozások számára, hiszen ez egy példátlan dolog nem csak hazánk, hanem az Európai Unió más tagállamai tekintetében is, hogy ilyen rövid idő alatt, ilyen gyorsasággal az összes pályázati kiírás megjelenik, és ezekre a forrásokra pályázatokat lehet benyújtani. Most a kormánynak nem az a célja, hogy a lehető leggyorsabban vigyék el ezeket a forrásokat, hanem az a célja, hogy azok a megvalósulni kívánt beruházások,
az ország export képességének a növelése szempontjából és az új munkahelyek teremtése szempontjából megvalósuljanak, hiszen azt tudjuk mondani, hogy hazánk az ugye nem a belső fogyasztásból tudja a piacokat növelni, tehát megalapozni, hanem azt jelenti, hogy nekünk a exporton kell kereskednünk, és ez egy fontos terület, ehhez pedig fejleszteni kell a hazai vállalkozásokat. Miniszteri biztos úr, köszönjük szépen! Köszönöm szépen!